Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Az október 13-ai önkormányzati választáshoz kapcsolódóan ismét bemutatkoznak a polgármesterjelöltek itt a stúdióban. Ma a vendégem Juhász László, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület polgármesterjelöltje. Köszöntöm itt a stúdióban. Az aláírások összegyűltek szeptember 9-ével, ugye addig volt a határidő. Mit lehet tudni az aláírásgyűjtés időszakáról, hogyan telt? Köszöntöm én is a nézőket. Hát egy izgalmas időszak ez a kampánynak, a hivatalos kampánynak a kezdete, ugye, bár láttuk, hogy a közösségi portálokon jó magunk is, és a többi előszervezet is már azért jóval előbb megkezdte a kampányát gyakorlatilag. Izgalmas időszak, hiszen legintenzívebben ebben az időszakban tudunk a kampányban talán a választópolgárokkal találkozni, és ez nagyon jó találkozás, hiszen még a programalkotás szakaszában voltunk mi is, abban volt egy erős vázlatunk, de azt mondtuk, mindenképp megvárjuk az ajánlási szakaszt, hiszen egészen biztos, hogy kapunk olyan gondolatokat, ötleteket, amiket nagyon szívesen felkarolna a Válasz, és hát az interneten és a különböző plakáthelyeken a Te Válaszod, Mi Válaszunk címmel is hirdettük magunkat, hiszen ez pont azt tükrözte, hogy gyűjtjük a véleményeket, és kaptunk is nagyon jó gondolatokat. A tapasztalat tekintetében talán azt mondhatom, hogy egyrészt a választópolgár szempontjából azt mondja, jó, hogy csak 15 napig tart ez az időszak. A jelölszervezetek és a mi szempontunkból pedig nem biztos, hogy annyira jó, hiszen nem tudunk mindenhova eljutni. Ha azt veszük, hogy Fehérvár nagyjából ilyen 6000 szavazó van egy választókörzetben átlagosan, 14 körzetben, gyakorlatilag a 15 nap alatt képtelenség egy választókörzetet lekampányolni, és ami nagyon szembetűnő, akár már az 5 évvel ezelőtti, vagy a 9 évvel ezelőtti gyűjtéshez képest is, hogy rengeteg ember, aki több műszakba vállal munkát, gyereket edzésre viszi, ő maga más rendezvénye. Gyakorlatilag a legintenzívebb időszak, azt gondoljuk, az a 4-5 órától az este 8-ig tartó időszak lenne, és már ez sem igaz. Tehát a lakóknak a kétharmadát az ember nem találja otthon, és ezért is rendkívül lassan megy, de mindenképp egy jó, izgalmas időszak volt. A válasz szempontjából mi abban természetesen biztosak voltunk, hiszen háromszor már megcsináltuk, hogy az összes választókerületben, illetve a polgármesterjelöltséghez szükséges ajánlást is összegyűjtjük, de azért menni kellett, dolgozni kellett, és azért sikerrel teljesítettük, és tényleg egy izgalmas időszak volt, a csapatunknak is sok tapasztalattal gazdagodtunk. Ami viszont a válasz életében is újszerű volt, hogy már az ajánlás időszak előtt eldöntöttük, hogy megyei listát is fogunk állítani. Ez pedig onnét jött ez a gondolatunk, hogy mi magunk is azzal találkozunk, hogy rengeteg ismerősünkkel, szurkolunk, drukkolunk, ám nektek figyelünk titeket, de hát nem tudunk rá szavazni, mert én Mihályó lakok, én Pákozdó lakok, én Kislángó lakok, én Móró lakom. És akkor így az merült föl bennünk, hogy mérettessük meg magunkat a megyei listán is, és ez a törvény erre ad lehetőséget civil szervezetként, ugye országos választáson meg uniósan már nem tudnánk indulni, de az a lokálpatrióta szemlélet a Székesfehérvár esetében egyértelmű, hiszen több tízezer ember jár be a környező településekre dolgozni, vagy pedig iskolába, vagy éppen szórakozni, vagy sportrendezvényekre. Ugye ez teljesen belélik a válasz palettájába, és gyakorlatilag az első szlogenünk az volt, hogy Székesfehérvárért, Fehér megyéért, hazánkért, illetve ezt végig is fogja kísérni az egész kampányunkat, és ha itt járunk, akkor már a három szót is egy pillanat erejéig hadd mondjam. A Székesfehérvárért, az azt gondolom önmagában foglal mindent. Válaszjelöltjei és jó magam is azt gondoljuk, hogy a képviselőség, a leendő képviselőség az egy szolgálat, és mi Székesfehérvárért szeretnénk szolgálatot teljesíteni, Székesfehérvárért szeretnénk dolgozni. A Fehér megyért az előbb már erre utaltam, hogy elválaszthatatlan részét képezi a megye székhely a megye többi részének, és azt gondolom, hogy a sok Székesfehérvár probléma, vagy annak a megoldása, akár a közlekedés, tágabban gondolok, az a megyében mindenhol élőknek a problémáját is segítheti, illetve a Székesfehérvár ipara és gazdasága erős, abból ugye munkahelyet teremtődik a Fehérváron kívüliek számára is, tehát önmagáért beszél a Fehér megyéért, illetve egy gondolat elég, hiszen a programunkban is már rögtön bele is csatolnák az ajánlósból egy mondat erejéig, hogy mi azt mondjuk,
hogy a helyi közétkeztetésben, az iskolákban és a szociális otthonokban elsősorban helyi és Fejér megyei élelmiszereket kéne vinni, úgyhogy a Fejér megyéért való kötődés a mezőgazdasági termelést is erősen érinteni, hogyha ezt teljes mértékben meg tudnánk valósítani. A hazánkért az pedig önmagáért beszél, hiszen a válasznak az identitása a lokálpatrióta szemléleten túl nagyon erősen hazafias, és ez a programunk első pontja is igencsak kifejező, és a megyébe is sikerrel teljesítettük az ajánlást. Mi két jelenleg parlamenti pártnak ez nem sikerült, a Jobbiknak és az LMP-nek. Azt gondolom, ez is a válasznak azt az erejét mutatja, hogy érdemes volt a megyébe belállnunk, és még egy érdekességet, ha szabad megengedni szerkesztőriportrasztonytól, hogy a 19 megyébe Magyarországon rajtunk kívül összesen 3 olyan van, ahol sikerült civil szervezetnek megyei listát állítani. Már beszélt egy kicsit a programról egyébként. Azóta született meg ez a színes kiadvány, mióta legutoljára beszéltünk. 7 pontból áll, 7 főpontból áll. Szeretném, hogyha ezen úgy nagyjából végig tudnánk menni, aztán mondjuk persze, ameddig eljutunk. Ugye az első az a királyi Székesfehérvárt. Mit foglal magába? Igen, hát a 7-es tagolás az egy ilyen szép szám, mindig azt gondolom keretbe foglaljuk ezzel, sokkal többféle területre kalandozunk ebből a 7 pontból, mint a 7-nek a neve, hiszen ezek nevek inkább egy ilyen kis jelzők, mint hogy egy igazi programpont nevek lennének, hiszen sokkal tágabb értelembe fejtjük ki ezt a programunkat, akár írásba, akár itt a televízióba szóba, akár a rádióban. A Székesfehérvár a királyi, ez az első pontunk, hiszen azt gondolom, hogy az 1000 éves Fehérvárnak egyértelműen a Szent Istváni örökségre kell épülnie. A múltkori adásban beszéltem róla, hogy 2038-ig egész egyszerűen a koronázó bazilika újjáépítése a válasznak az egyik fő célkitűzése, ami természetesen nem megy csak helyi forrásból. Azt gondoljuk, hogy itt mindenképpen a magyar kormánynak a bevonása szükséges. Természetesen, ha lehet, akkor uniós pénzt is vonjuk be, és azt gondolom, hogy ez a magyar lakta határon túli területeknek is egy olyan fontos célja kell, hogy legyen, hogy akár egy nagy nemzeti közadogozás programot is meg lehetne valósítani. 19 év a célkötözésünk alapján, hogy ott álljon, úgyhogy elég hosszan gondolkozunk, és ehhez a történelmi ősi múltunkhoz kapcsolódik, hogy szeretnénk azt, hogyha augusztus 15-e nagy boldogasszony napja, munkaszüneti és ünnepnap legyen. Ehhez természetesen szintén a magyar parlament szükséges, hiszen ő tud dönteni a munkaszüneti napokra. Mi ezt képviselni fogjuk a következő időszakban, hogy így legyen. A második az a tiszta Székesfehérvárért. Mi mindent rejt magában ez a programpont? A tisztának itt is nagyon sok jelentését varázsoltuk bele abba a párhassába, ami a kiadványunkban szerepel. Tisztának gondolhatjuk, ugye mostanában elég sűrűn szerepelt ez a szennyvíz iszap külföldi probléma. Természetesen a válasznak is egyértelmű a határat az elképzelése, hogy ezt a külföldi szennyvíz iszap szállítást az állítsuk le. Erre semmi szükség nincsen. Van ebbe a városban bőven annyi szennyvíz iszap, hogy azzal azt a területet ellássuk, amire ott akarják. Illetve hát a tiszta lehet a levegő, a tiszta levegő minősége. Ez szintén összefügg akár a szennyvíziszappal, hiszen azért a felsővárosban élők leginkább, de a város többi részén élők is a nyári meleg napokon főleg tapasztalhatták. Tehát itt a szaghatásnak a megszüntetése is benne van. Benne van a tisztába a környezettudatosságunkból fakadóan az is, hogy a levegőbe is minél kevesebb káros anyagot bocsátson ki a fehérvári ipar is, és a fehérvári lakosság is, és az önkormányzat amit csak tud, amit csak lehet, tegyen meg ennek érdekében, ösztönözze a lakosságot, és ösztönözze azokat a vállalatokat, vagy az új építésengedélyek kiadásán is figyeljünk arra, hogy minél több zöldmezős beruházás legyen. A lakosság körében mondanék egy példát, mert tényleg mindenről tudnék akár egy órát is beszélni, hiába csak egy 10 hasába az a programpontunk, de például ugye talán sokan ismerik azt a programot, ami a háztartási gépek cseréjére a magyar állam indított programot. Én azt gondolom, miért ne tehetne hozzá Székesfehérvár ehhez a programhoz. Ugye a város vezetése előszeretettel szokta azt mondani, hogy Székesfehérvár egy gazdag város, ezzel maximálisan egyet is és értek, de hát a fejlődésünk, az ipari fejlődésünkkel pontosan azt a méleg serpenyőjét kell úgy kiegyenlíteni, hogy a környezetünkért is egyre több mindent kell tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy a lakossági régi gépcserékbe egy önkormányzati programot is el lehetne indítani. És akkor ugye hát már kicsit kapcsolódik a tisztához a zöld, ugye van a zöld Székesfehérvárért, ez már nagyon környezetvédelmi egyébként ez a zöld színes. Egészen pontosan mik az elképzelések?
Igen, hát a zöldben rengeteg dologról beszéltem már múltkor is, lehet, hogy valamit érdemes is ismételnünk. Én azt gondolom, hogy elég volt a térkőből és a betonból tényleg. Tehát egész egyszerűen, mintha nem tudnának az emberek másba gondolkodni, vagy a tervezők, akik felkérik őket, és azt gondolom, hogy tényleg itt minél több zöldmezős beruházást kell megvalósítanunk. Főleg itt a parkolók építése szempontjából nagyon fontos, hogy fölfele és lefele gondolkodjunk. Tehát minél kisebb területet foglaljunk el erre, hiszen általában a legtöbb esetben a zöld rovására vesszük el. Aztán, hogy még egy jó példát mondjak, ezt már múltkor valószínűleg említettem, de nagyon kedvenc témáink közé tartozik, ezért ismétlem. P+R parkoló jelleggel, ugye a Skála mögötti parkolóról is beszélhetnénk. Ha az is egy többszintes parkoló lenne, egyrészt sokkal több autót tudnánk ott elhelyezni, és nem zúdítanánk le tovább a belvárosi belső utcákba, vagy a várkörútra az autókat, hogyha ott parkolnának, természetesen ingyenesen, az P+R parkoló lenne, és annak a, ha ezt a föld alá tudjuk süllyeszteni, ha meg tudjuk oldani a közművek egyéb kiváltását, akkor a tetején ez egy óriási zöld park, zöld terület lehetne, és minden fejlesztésbe ebbe gondolkodunk, de ha más Skála parkról beszéltünk, akkor Skála túlfeléről is beszéljünk, hiszen mindenki előtt ott van az a kép, ahol vannak azok a kis elárusító bodegák, csirkés, meg zöldséges, és az alatt is egy nagyon nagy ilyen köves plac van, hát azt is parkosítsuk be. Tehát amit lehet, zöldé változtassuk. Vannak még, ebből is a példából látható, hogy vannak itt még azért tartalékaink, és a szívünk szintén nagyon közel áll, Székesfehérváron még nem működik, a világban és Európában egyre több helyen láthatjuk ezt, hogy a lakótelepeinknek a közepén, Székesfehérváron és a legtöbb helyen tóváros, víziváros, palotaváros, óriási kiterjedésű lapos tetős iskolaépületeink, vagy óda, bölcsőde, vagy orvosi rendelőink vannak. Hatalmas felületet ölelnek fel ezek. Gondoljunk bele a drága lakótelepen kinéz az ablakon, vagy kikönnyökkel az erkélyén, képzeljük el, és lenéz és lát egy ilyen fekete aszfalt, vagy ilyen bitumen réteget az iskola tetén. Egyrészt magába szívja a hőt, másrésztről pedig még csúnya is. Most gondoljuk el ezeket a területeket, ha az arra megfelelő növényzettel ezeket a tetőket bezöldesítenik, az összeset. Hát itt több ezer, 10 000 négyzetméterről beszélünk Fehérvár területén. Mennyivel szebb látkép lenne egyrészt a lakótelepről? Egy, kettő, szigetelést is adna ezeknek az épületeknek, és három, az egészségmegőrzésünk a tiszta, visszautalok az előző program, a tiszta levegő tekintetében sokat tennének ezek a zöld felületek. Már egy kicsit azért így a parkoló témával egy kicsit a közlekedést is azért érintette, ugye a következő pont az a lendületes Székesfehérvárért, ami ugye a közlekedési problémákra adna megoldást. Igen, a lendületes programpont alatt a fő gondolatunk az, hogy minimum 15 percenként, de inkább sűrűbben a fehérvári fő bevezető utakról a belváros irányába érkezzenek be az autóbuszok. Ehhez viszont több elemünk is van. Az egyik az, hogy a város szélén telepítsünk P+R parkolókat, hiszen a városba beérkező autókat esetleg már rá tudjuk arra bírni, ha sűrű járnak a buszok, hogy ott letegyék az autójukat az emberek. Ez az egyik. Aztán mindegyik ilyen végpontra gondolnánk egy a budapesti Bubi mintájára közösségi kerékpáros közlekedés bevezetését Székesfehérváron, és az is lehetne az egyik végpontja, és ez mellett pluszba kerékpár tárolókat is, felettet is lehetne ezekre a területekre telepíteni, és ezt mindegyik bevezető út mellén megtesszük. Ebbe egészen biztos vagyok benne, hogy igaz, hogy évek alatt, de ennek nagyon komoly hatása lesz a jövőre nézve. Mert ha egyet elmondhatunk, abban biztosak lehetünk, hogy az utcáink Székesfehérváron belül szélesebbek nem lesznek, az autóból kevesebb nem lesz. Ezért mit kell tennünk? Meg kell próbálnunk azt, hogy minden többen közösségi, kerékpáros közlekedésre térjenek át, vagy az esetben a Fehérvár szélén ugye letegyék az autójukat. És ehhez az elemhez kapcsolódik szintén szorosan, hogy a város részeken belüli tömegközlekedést is megoldanánk. Gondolunk itt Feketehegyre, Maroshegyre, Alsóvárosra, Öreghegyre, és szintén a közösségi közlekedéshez a végpontok a belvároson belüli mini és midi busz elektromos halk járatok lennének, és ezekre a parkoló végpontok lennének a végállomások. Ugye talán múltkor említettem is, hogy a Budai út bevezető szakasz és a Berény út bevezető szakaszát, ha megfigyeljük, és a kettő között Öreghegy ellen egy belső midi busz közlekedés, és ennek a két bevezető útnak a végpontjába lenne gyakorlatilag a sűrűbben járó főtömegközlekedés útvonalnak a főállomása, plusz a P+R parkoló,
plusz a Bubi mintájára létrehozott kerékpáros gócpont, akkor azt hiszem mindezek együttes hatásával el lehetne valamit érni. A városrészen belül tömegközlekedésre, a minibuszra még egy gondot elég visszatérnék. Itt is meg kell nézni nyugati példákat. Nagyon sok helyen működik ez behívó jelleggel is akár. Tehát, hogy vagy akár házi behívórendszert is lehet telepíteni, aki ezt igényébb életet vesz, tehát a mai technikai kor követelményének megfelelően itt most már ebbe vannak rugalmas megállítások, vagy pedig oszlopokat, ahol csak egy gombot megnyomunk, és a minibusz akkor megy, és lehet, hogy feleslegesen üresen nem is járna. Tehát itt nagyon újszerű gondolataink vannak. És ha még megengedi a szerkesztő azt, hogy akkor a közlekedés tekintetében talán mástól még sűrűn nem hallották. A Válasznak itt van egy nagyon hangsúlyos gondolata. Sokan ismerik a régebbiek közül azt a vasúti megállót, hogy fekete egy szárazréten, van egy vonatállomás a komáromi vasútvonalon, illetve van egy a balatoni vasútvonalon Ikarusz gyártelepnél is. Régebben az Ikarusz gyártelepnél megálltak a Balaton-Budapest közlekedő vonatok, ma már nem állnak meg, és mi nekünk az lenne a gondolatunk, hogy csak egy ilyen 100 méteres kitérővágányt kéne mind Fekete-hegyen, mind pedig Sóstónál is létesíteni. Megint visszautalok a P+R parkoló és a közösségi kerékpáros közlekedésre, mindegyiket ugyanerre a helyre kéne telepíteni, és ott egy kis motorvonattal, egy motorvonattal a vasútállomásig be lehetne hozni az embereket, és újból igénybe lehetne venni, hiszen régen, amikor ez megszűnt, ugye kicsit az Ikarusz gyárnál például a kihasználatlansága miatt is szűnt meg, ma már újra ott is élet van a gyártelep területén, tehát ez a motorvonatot mindenképp mi ezt leporolnánk, és azt gondolom, hogy ezt előre kéne venni, hiszen hosszú távon ebből az irányból van az egyik legnagyobb dugó a városban. Hát sajnos három az kimaradt, három programpont, a sport, a gondoskodás és a sportos, a gondoskodó és a virágzó, de azt hiszem, hogy azért szerepeltek így az elején ezek, mert ezek talán a legfontosabbak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt a stúdióban és megosztotta velünk, illetve a nézőkkel a programpontokat. Köszönöm szépen. Az esti mérlegben Juhász Lászlót hallhatták, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület polgármester jelöltjét. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!